A Szigetszentmiklós elleni utolsó hazai bajnoki mérkőzésén lépett pályára a Győri Etóni FKC együttese pénteken. A találkozó azonban nem a nagyarányú győzelem miatt, hanem az örömkönnyet véget maradt emlékezetes mind a csapattagai, mind pedig a szurkolók számára. A 30-21-es győzelem után dr. Filip Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, és Szelesz Szabolcs, Győrváros sportért is felelős alpolgármestere akasztotta a játékosok és a stáb nyakában megérdemelt aranyérmet. A bajnoki trófea felemelése után pedig az ünneplésé volt a főszerep, hiszen több mint 10 éve ünnepelhetett bajnoki címet az Eto. Az utolsó hazai mérkőzésről a vezetőedzőt, Bence Józsefet kérdeztük. Nehezen indultunk, azért megnyomott minket ez a sok ember, aki kíváncsi volt ránk, és azt gondolom, hogy egy kicsit benn ragadtunk az öltözőbe. Nem találtuk a játékunkat, fél időben beszéltünk róla, hogy engedjük el, és jöjjünk ki úgy, hogy azt a tempót próbáljuk fölvenni, amit eddig is jellemzett minket. Azt gondolom, második fél időben ez abszolút sikerült, és magabiztosan sikerült nyernünk a mérkőzést. És egy fantasztikus szezon tudhatok magatoknak, bár van még egy mérkőzés. Hogy értékeled ezt a szezon? Hát felegekben. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős mezőnyben egy nagyon jó csapatot sikerült kialakítanunk, egy nagyon jó szakmai háttérrel, nagyon jó menedzsmenttel. Tehát én mindenki, minden edzőnek egy ilyen sikert és egy ilyen csapatot, egy ilyen háttérmunkával így kívánok. A játékosok öröme érthető módon felhőtlen volt a találkozó után, ahol Kati Sándor kiemelte, egy csapatként mindig sikerült átlendülni a nehézségeken. Elsősorban szeretném megköszönni az egész csapat nevében a gratulációt. Összességében hát voltak hullámvölgyeink, de mindig ki tudtunk belőle jönni. Minden mérkőzésen volt egy plusz ember, aki extrát játszott, volt egy ember, aki extrán tudta motiválni a többieket, és szerintem ez nagyon sokat tett hozzá a játékunkhoz, illetve hát egy csapat vagyunk, és így mindig meg tudtuk csinálni. Az Etóra még vár egy idegenbeli találkozó a Vecsés ellen az NB1B-ben, de jövőre újra a legmagasabb osztályban szurkolhatnak a győriek a férfi kézilabda csapatnak.